Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr. Ma is a bölcsességről, a tanulásról szeretnék egy rövid gondolatot elmondani, és ma is a példabeszédek könyvéből olvasok egy igét, annak 5. fejezetéből, a 12. verset, ami így hangzik: és ezt mondod, miért is gyűlöltem az intést, miért utáltam szívből a feddést. Itt tulajdonképpen egy késői bánatot látunk, vagy olvasunk, amikor egy ember ostobaságából nem figyelt a figyelmeztetésre, az intésre, nem figyelt a bölcsesség szavára, nem figyelt Istenre, nem figyelt az ő beszédére, nem figyelt az igére, hanem azt gondolta, hogy ő majd megcselekszi úgy az életébe, ahogy neki tetszik. Itt konkrétan arról van szó, hogy ez a bölcstelen viselkedés az a házasságban úgy nyilvánult meg, hogy egy férfi megcsalta az ő feleségét, és egy parázna nővel töltött együtt egy éjszakát. És ezek után ennek a következménye az, hogy az ő élete tönkre megy, az ő házassága, és ennek a végén olvasuk azt a felismerést, hogy azt mondja, hogy miért gyűlöltem az intést, miért utáltam szívből a feddést. Késői ez a felismerést. Mert hogy döntéseinknek, vagy éppen ahogyan gondolkodunk az életről, annak meg lesz a következménye. Annak is, hogyha bölcsen éljük, vagy bölcs elvek szerint éljük az életünket, hogyha rend van az életünkben, akkor annak meg lesz a következménye az, hogy egy rendezett életünk lesz majd, hogy valahol egy teljes életet élhetünk majd, és annak is megvan a következménye, hogyha ostobán döntünk, és nem figyelünk azokra az igazságokra, amiket Isten kijelentett, annak is meg lesz majd a következménye. Egy napon majd mindannyiunknak vizsgáznia kell. És amikor a diákok az iskolában is számot adnak az ő tudásukról, akár egy felelet, akár egy dolgozatnak a képében, vagy olyan módon, akkor utána lehet, hogy sajnálkoznak, hogy hát kár, hogy nem tanultam többet. Mert hogyha egy olyan érdemjegyet kapnak, ami elég rossz, mondjuk egy egyest vagy egy kettest, akkor sajnálkozhatnak azon, hogy hát sokkal jobb is lehetett volna ez az eredmény. Persze nagyon örül akkor a diák, hogyha sikereket ér el, és mondjuk 5-ös kitűnő tanuló lesz majd. De mindez attól függ, hogy mennyit fektetett bele a tanulásába, a munkába. És ugyanúgy az életben is így vagyunk, hogy előbb-utóbb majd vizsgáznunk kell, előbb-utóbb majd eredményeket kapunk, és ez nem érdemjegyben mutatkozik meg, hanem abban mutatkozik meg, hogy mennyire fognak szeretni bennünket, hogy milyen eredményeket érünk el, akár a munkahelyünkön, a magánéletünkben, vagy éppen a hívő életünkben mennyire tudunk előre haladni, az Istennel való kapcsolatunkban mennyire tudunk előre menni. De mindez attól függ, hogy mennyit fektettünk bele, hogy mennyire törekedtünk arra, hogy megismerjük Isten bölcsességét, Istennek a tudását, Istennek az igazságait, és nem csak, hogy megismerjük azokat, hanem, hogy meg is éljük és alkalmazzuk azokat az életünkbe. De lehet, hogy nem a földi életünkben lesz majd ez a végső vizsga. Azt mondja a Biblia, hogy egy napon majd mindannyiunknak leplezetlenül kell megállnunk Isten ítélő széke előtt, hogy mindenki megkapja azt, amit a megérdemelt, amit a földi élete során tett, vagy gondolt, vagy beszélt. Azon a napon majd vizsgára kerül az életünk, és vagy kitűnő jegyet kapunk, azért, mert dicséretet, azért kapunk dicséretet, mert helyesen éltünk, helyesen döntöttünk, helyesen gondolkodtunk az életről, helyes volt az értékrendünk, vagy pedig megbukunk, mert hogy helytelen utat követtünk. Hát Isten adja számunkra, hogy mi bölcsek legyünk, és aztán jó eredményeket érjünk el a földi életünkben, és a végső vizsgán majd ott a mennyben. Amen.